Zsobor Antal, a Székesfehérvári Vasvári Pál gimnázium tanára, író. Tanár úr, kérem, az írástudónak, aki ilyen magas fokon írástudó, mint ön, hiszen ezt sokan tudják önről Székesfehérváron, melyek voltak az első gondolatai január 22-éről, pontosabban a Kultúra napjáról? Örültem a dolognak, amikor olvastam róla. Annál is inkább örültem, mert egy szép napot, érdemes napot választottak, a himnusz születésnapját, január 22-ét. Na most persze, személy szerint nekem egy kicsit aggályaim is vannak az ilyen napra teremtett hát dolgokkal. Ugye pedagógus nap, vasutas nap, építők napja, és így tovább. Én nagyon tisztelem ezeket a napokat, csak hát tudjuk, hogy meglehetősen formálisakká váltak, amikor hát, mit tudom én, virág, köszöntések, beszédek, szolid kocintás, egy kis jutalmacska, aztán úgy el is volt intézve minden. Na most én abba bízom, hogy talán itt most ez nem történik meg, bár jobb lenne napokról beszélni, lenne a kultúrának mondjuk egy évben 2, 3, 10, úristen, már nem is mondom, hogy 365 napja. Na most hát komolyra fordítva a szót, engem aggaszt a kultúrának ez a rettenetes hasadsága, aminek hát napjaiba tanúi vagyunk. Nevezetesen beszélünk ugye egy úgynevezett magas kultúráról, ami hát a művészetek, a tudomány és így tovább ügye, és beszélünk egy a mindennapi élet kultúrájáról, nevezzük a magatartás vagy a viselkedés kultúrájának. És most én talán nem akarok beszélni arról, vagy hát ne beszéljek arról, hogy az úgynevezett magas kultúra, hiszen manapság sokat emlegetjük ezt az Európába való visszatérésünk ügyét. Erre azt tudom mondani, csak irodalomból venném a példákat, hogy miért nem volt ott Európában mondjuk I. és Gyula, Németh László életműve már születése pillanatában. Déri Tiboré történetesen, Örkény Istváné, Ottlik Gézáé, Nagy László költészete, Pilinszky János életműve születése pillanatában európai volt, és máig az. Tehát, hogy úgy mondjam, a magas, amit hát magas kultúrának nevezünk, nincs hosszú útja, vagy nem is kell, hogy útja legyen Európában, ott van. Ellenben. Hát az, amit viselkedés kultúránknak nevezünk, és egy divatos, vagy újra divatos szóval, ma sokszor leírják, elmondják, hogy a balkánizálódás útján halad. Ugye, amin én azt értem, hogy az utcáink, a vonatok, az állomás, a boltok, a kórház, a nem tudom én mi mindent mondjak még el, hogy ott nem tudunk európai módon viselkedni. Na most nekem itt vannak aggályaim, és amikor a kultúra napjáról beszélünk, akkor nagyon jó lenne ezekről a köznapi dolgokról is beszélni. És valamiféleképpen a köznapi élet. Tudom, hogy a kultúrát most ugye egy kicsit divat is, annyiféle kultúráról beszélnek, ugye közlekedés kultúra, kereskedelmi kultúra, nem tudom én, még a magánélet, a szerelem kultúrájáról. Nem, szerintem a kultúra egy is oszhatatlan. És az iskola, legyen szabad erről is szólni, hát pedagógus vagyok, és hát elfogult az iskolával. Iskola mellett, iskoláért vagyok elfogult, nem vele szemben, hogy nagyon elhanyagolt helyzetben van. Tehát ha amikor a kultúra napjáról van szó, akkor majdnem hozzátenném szívem szerint, hogy legyen az iskola napja is. Hogy itt kezdődjön el valami, ami ezt a mindennapi életkultúráját valóban európai kultúrává teszi. Tudnék, van egy föloldhatatlan dilemmám nekem is. Soha ennyi diák Magyarországon, soha ennyi iskola, soha így meg nem kínáltuk a kultúrával az ember tömegeket hatalmas számban, és hát minőségben is jól is talán. Soha ennyi Homérosz, Shakespeare, Goethe, a gyerekek asztalán megkínálva. És mégis utána az aluljáró irodalom, a Bowley, az irodalom alatti irodalom, megfejthetetlen kérdések ezek. Tudom,
Maga kérdez, nekem kellene válaszolni, de most én kérdezek, hogy ez mitől van? Hogy ennyi magas irodalom, a költészet ilyen magas régióiban járó tanulmányok, és mégis igénytelenek vagyunk, most már az igénytelenségnél is igénytelenebbek, az a bizonyos balkániság. Szóval, amikor a kultúra napjáról van szó, akkor én örülök, mert hiszen végül is mindannyiunk ügyéről van szó. Nehogy azt higgye valaki, a kultúráról van szó, akkor csak művészek, tanárok, írók, festők, vagy zenészek, muzeológusok, könyvtárosok szakmai ügyéről van szó. Szó van mindenütt, mondom, az állomástól kezdve a kórházban való viselkedésünk, vagy a vonaton az utazásunk, és a magánéletünk saját falaink közti életünkről is szó van. A mellettem látható szobor hőse Vatai Ferenc volt annak az előadásnak a témája, melyen az Evangélikus Egyház gyülekezeti termében Sobor Antal beszélt. Számos novellás kötet és regény után fogtál neki annak idején a Hosszú háborúnak, a Vatai Ferencről szóló történelmi regénynek. Hogy jutott eszedbe, hogy Vatairól regényt írjál? Tulajdonképpen nem nekem jutott eszembe. Kalász Márton, a költő, fedőzte fel nekem tulajdonképpen Vatait, akit hát én persze ismertem úgy, hogy névről, Szobrádfehérváron, egyetemi tanulmányokból. Kalász készült versetének Vatai Ferencről, és azóta se tudom, megírta-e vagy sem, és ezt elmondta nekem. De bogarat ültetett alaposan a fülembe. Utána én beszéltem vele, és azt mondtam neki, hogy mindegy, most már elkészült-e a vers, vagy nem készült, hát add át nekem ezt a Vatai labdát, hogy így mondjam, át is adta. Akkor én nekiültem, szabályosan megtanultam a korszakot, történelmét, irodalom történetét, hadtörténetét. Vatai életét nem mondhatom, hogy megtanultam, mert ott egyetlen egy forrás van, ugye, ami a saját életrajzom. Hát így történt. Én magyar tanároktól hallottam annak idején, mert ugye már elég régóta megjelent ez a regény, hogy annyira fontosnak tartották egyesek, hogy az egri csillagok után ezt is elolvasatták gyerekeikkel, hiszen ugye az azt követő történelmi korról szól. Na, hát mindig hall az ember újat, ezt nem tudtam. Hát nekem az volt ezzel a regénnyel a célom, én ezt nem is tagadtam akkor, sem máig nem tagadom, hogy bizonyos ismeretterjesztési, hát feladatnak tekintettem, vagy ha úgy tetszik, penzum jellegű munkának, hogy egy kicsit Fehérvár közönsége, elsősorban fehérváriakra gondoltam, megismerjék Vatai Ferenc nevét, munkásságát, egyáltalán alakját, jelentőségét. Sokan eljárnak ma is a szobor mellett, kibetűzgetik a nevét, most felújították a táblát, jól olvasható. Ott van Bódás János verse is. Bódás János, igen, annak idején Bódás János verset írt róla, és abból vett néhány sor van ott. Na most képtelennek tartottam, hogy az emberek nem ismerik, érdeklődnek, ki ez. Nevét máig rosszul írják össze-vissza, egy tével, két tével, H-val, H nélkül. És gondoltam, hogy egy ilyen regény, amelyik nem életrajzi regény, nem hívom annak, inkább megidézése Vatai sorsának. Katona és költő, meg festő, mert hát három minőségében is említhető. Bakonyi István Sobor Antallal beszélgetett abból az alkalomból, hogy megjelent az író új kötete. A beszélgetés hosszabb változatát egyébként jövő csütörtökön láthatják. Párizs neve szerepel a címen, de itt most állandóan Fehérvárról beszélünk. Szeretném, ha arról is beszélnél azért, hogy ez a város mit jelent neked íróként, tanárként egyaránt? Hát azt mondhatom, hogy mindent. Mindent jelent, mert hát én itt élem az életemet, ugye csak arra 4 évre mentem el, ami a
budapesti egyetemi négy esztendő volt, ugye abban az időben, amikor én jártam a Pesti Bölcsészetre, akkor még négy esztendős volt, és azt mondhatom, hogy a négy év kivételével én mindig is ugye itt voltam Fehérváron, tehát mindent jelent ez nekem. Az, hogy itt is tanítok, természetesen hát ez is ide köt, a munkám is ide köt. Meg hát ami az írásokban van, azért az valahol mégis mindenütt Fehérvár van. Ha nem is azonosíthatóan, meg nem is, nem tudom, mint dokumentálhatóan, tetten érhetően, majdnem azt mondanám, még Párizs is Fehérvár. Úgyhogy... inkább, mert a Párizsban szép a nyár című novella hősei, hát kitapinthatóan a te közeledben levő emberek. Igen, az ember, hogy mondjam, azt írja, amit él, hát szegény ember vízzel főz, ugye, a kötet, meg ez a novella is, ugye, ezt mutatja éppensége. Igen, bár némiképp vitatkozni vagyok kénytelen, hiszen a kötet nyitó első novellája, ugye az Éjjel hazamentek a katonák, nagyon messziről indítja a kötetet. Ez egy évtizedekkel ezelőtt született írás, és azért hangsúlyozom, mert arról a tárgyról, arról a témáról szól, amelyről akkoriban, amikor te ezt megírtad, még nem volt divatos beszélni, hiszen a Donkanyarnál elesett magyar katonákról ma már sokat beszélhetünk nyíltan, szabadon, de én azt gondolom, hogy ez a novella annak idején, ha úgy tetszik, irodalomtörténeti jelentőséggel is bírt, hiszen te nagyon korán szóltál erről a nemzeti tragédiáról. Igen, most, hogy éppen ezt a novellát emlegeted, még erre is jó az előbbi meg beemlegetett fehérváriság, mert tulajdonképpen bármilyen furcsa, ez is fehérvári élmény, hiszen én a Donkanyarban nem jártam. Ugye gyerekfejjel láttam itt Fehérváron azokat a katonákat, akik később eljutottak a Donhoz. Tehát ha én később már történelem órák, vagy olvasmányaimba, akár ilyen, akár olyan, vagy történeti munkákban róluk olvastam már, mint a Doni magyar katonákról, akkor nekem mindig, máig azok a fehérváriak jutottak és jutnak eszembe, akiket én itt gyerekfejjel láttam. És végül Takács Imréről, aki a napokban ünnepli 70. születésnapját. Mióta ismered Takács Imrét? Meglehetősen régen. Lehet, hogy Fehérváron én ismerem a legrégebbről. A 952-es, 53-as tanévre együtt kerültünk a Budapesti Bölcsészetre. Úgy adódott egy alkalommal, hogy valami unalmasabb előadáson én lerajzoltam őt. Valami kis rövid skic volt ez, vagy inkább karikatúra, megmutatom neki, és hát aprókat nevet, azt mondja, nekem adod-e? Mondom, persze, ettől kezdve a tied. Hát így kerültünk aztán egy kicsit, ettől kezdve úgy, hogy mondjam, számon tartottuk egymást, annyira, hogy amikor megjelent 55-ben a Zsellérek unokája című első kötete a Magvetőnél, akkor az egyetem folyosóján ideadta nekem a következő dedikációval, hogy rajzért egy kis lelki rajzot, máig őrzöm a kötetet. Na, aztán úgy elsodródtunk persze egymástól a idővel, és a 60-as évek elején, 60-ban talán, 60 őszén összefutottunk véletlenül itt Fehérváron a kórház előcsarnokában. Persze azonnal, mint régi ismerősök, köszöntöttük egymást, és attól kezdve, hogy mondjam, máig kapcsolatban vagyunk. Korábban persze szorosabb kapcsolatban, hiszen hát most, ha azt mondanám, akkor a lakása egy időben, Takács lakása egy időben Balatoni úton szinte értelmiségi klubnak számított Fehérváron, vagy hogy mondjam, kávéháznak, ha úgy tetszik. Voltunk ott, kérlek szépen, tanárok, festők, költők, íróféle emberek, néprajztudós, muzeológus, orvos, még pap is volt köztünk, Bordás János, hát mindenki ismeri Fehérváron. Aki egyébként költő is volt. Aki egyébként költő is, mert mindkét kategóriába ugye elhelyezhetem.
Erről jut eszembe, hogy ennek a pezsgő-fehérvári irodalmi életnek egyik központja volt természetesen Takács Imre, és számos irodalmi esnek is szervezője, vagy éppen szereplője. Igen, hát se szeri, se száma ezeknek Fehérváron vidéken is. Na most egy azért emlékezetes, ezt hadd mondjam el, mert kapcsolatos Takács Imre egyik költő földíjével, Vörös Sándorral. Vörös Sándornak volt itt egy irodalmi estje, ez úgy valamikor a 60-as évek derekán vagy második felében lehetett, nem emlékszem egészen pontosan a dátumra, és hát zajlott az este, ahogy szokott lenni, ugye a költő olvas föl verseiből, utána szavalók néhány versét fölolvassák, aztán megint a költő, ugye mind dolgozik éppen a szokásos kérdés, és lezajlik, és utána az obligát, hát akkor most lehet kérdezni, lehet hozzászólni. Na most ez itt is nyögvenyelős volt, Vörös megunta ezt a, hogy mondjam, feszengést, meglátja a Takácsot a széksorokba, és azt mondja, na most akkor Imre, úgy játszunk, hogy én elmondok egy verset, saját verset. Arról neked eszedbe jut egy saját versed, te elmondod, arról nekem eszembe jut megint egy magam verse, és így tovább. Most szegény Imre köhög, és zavartan fölkászálódik, és azt mondja, hogy igen ám, Sanyi, egy baj van, én nem tudom fejből a verseimet. Vörös azt mondja, nem baj, jó lesz a foszlány is, egy-két szó is, sőt, jó lesz a vers cím is. Kezdjük. Imre nehezen kezd ehhez az egészhez hozzá, látom, zavarja, és valamiféleképpen legszélesebben kimenne, csak hát ugye ezt nem lehet megtenni ezek után. Az történik, hogy mondja a vers címet, vagy foszlányt, Vörös pillanatok alatt vágja rá magáét, Imre is kezd belejönni, megint aprókat nevet, igen jól szórakozik, és ez így megy hosszú időn keresztül, hogy vers, foszlány, vers, aztán vers cím, megint vers, az Imre belejön, kiderül, hogy tud ő azért saját verset mondani, akár egészet is, és a közönség pedig elragadtatással hallgatja, figyeli ezt a költői vetélkedőt, vagy minek nevezem, vagy vers replikát, ami itt kialakult, és borzasztóan élvezzük.